estét kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg kérem mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunk következik. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Molnár Sándor szülésznőgyógyász főorvos, volt önkormányzati képviselő, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Kedves fokom, jó napot kívánok, részemre az öröm, hogy megint itt lehetek. Főorvos úr, tudjuk, hogy ugye ő már nyugdíjas, mivel foglalkozik mostanság? Egy picit beszéljen az elmúlt időszakról nekünk. Elég részletesen foglalkozom mindennel, tekintve, hogy a nyugdíja sosem ér rá. Dolgozom még egy kicsit a kórházban, a magánrendelőmben. Foglalkozom az iskolásokkal, ugye negyedikes a legkisebb fiam, akinek most van megint egy nagy, akinek az osztályának van megint egy nagy projektje, megint megyünk táncolni Budapestre a fesztivál zenekarral a Hősök terére, és akkor megkaptuk a regionális találkozót, itt lesz Karcagon áprilisban, és lejön megint a fesztivál zenekarnak a kamarazenekara, aki a gyerekeknek adnak majd egy szép koncertet, és természetesen foglalkoztat a napi politikai élet, hiszen nagyjából benne vagyok a Karcagváros életében, hiszen a egyik legfontosabb bizottságnak, a pénzügyi bizottságnak a tagja vagyok, külsős tagja vagyok jelenleg, és hát ad elfoglaltságot minden az életemben. Ha jól tudom, akkor elvégezte a jogi egyetemet is időközben. Miért érezte ennek fontosságát, szükségességét? Tulajdonképpen a jogi egyetemnek egy speciális szakát végeztem, az egészségügyi szak részét. Ezt azért éreztem fontosnak, mivel én annó jogásznak készültem, nem orvosnak, de hát, mint mindenki tudja, Karcagon ugye van egy nagyon okos unokatestvére, meg annak egy nagyon okos bátyja, és hát a szüleim úgy gondolták, hogy ha van két okos unokatestvér még a háttérben, akkor én is ilyen okos leszek, és nyilván nekem is orvosnak kell lennem, mert ők is orvosok lettek annak idején, de én nem kaptam Nobel-díjat. Ugye a szocialista párti önkormányzati képviselő volt, egy picit tekintsük át azt az időszakot, mettől meddig vett részt a város vezetésében? Három cikluson keresztül voltam képviselő. Nyilván abból indítatva, hogy én mindig balos voltam, hiszen Karcagon úgy gondolom mindenki ismeri mind a származásomat, mint annak következtében a baloldali nézeteimet is, hiszen a szüleim ugye annó a szovjet hadseregnek köszönhetik az életüket. És hát így én mindig is a szülői indítatástól, illetve azt hallottam, én balos lettem, és így a szocialista pártnak a képviselője is. Az első időszak döcögössége után nagyon jól együtt tudtunk dolgozni, hiszen mindenki rájött, hogy azért vagyunk képviselők, hogy ne a napi csatározásokban vegyünk részt, hanem a város fejlesztésén dolgozzunk, és ennek nagyon szép projektjei is lettek. Mettől meddig tartott ez az időszak, amíg ön önkormányzati képviselő volt? Három cikluson keresztül, és most az utolsó két ciklusban, tehát az előzőben, meg most pedig a pénzügyi bizottságnak a külső tagja vagyok. Beszél nekünk az akkori városi politikai helyzetről, ugye akkor is egy fideszes önkormányzat volt. Hány képviselője volt a szocialista pártnak? Az változó volt mindig, volt négy is, volt kettő is, három is. Tehát teljesen változó erővel vettünk részt a város életében. Én úgy gondolom, hogy általában el tudtuk fogadni azokat a célkitűzéseket, amit a városvezetés tűzött ki a következő évekre. Nyilván voltak olyanok, ami egyeztetést kívántak, ami meg is történhetett, főleg a második ciklus és a harmadik ciklus pedig teljesen olyan volt, hogy egyeztetett velünk a polgármester úr, egyeztetett velünk a frakció, és ha elfogadták a mi javaslatainkat. Ezt akartam pont megkérdezni, hogy önöknek is volt javaslata? Tehát hogyan ment ez az együttműködés oda-vissza? Igen, oda-vissza ment ez az együttműködés. Hát a
képviselőségem egy jelentős idejében szocialista kormányzat volt, tehát nyilvánvalóan másképp jöttek le a pénzek, mintha fizetes önkormányzat lett volna. Például nagyon szépen sikerült az az együttműködés, ami számomra, illetve akik tudják az akkori időszakot, ami ugye a szocialista kormány és a karcagi önkormányzat között történt, hiszen kaptunk a második ütemű felújításra pénzt a kórházba, és ezt nem volt egyszerű rávenni az itteni képviselőket, országgyűlési képviselőket, már Szolnok megyeieket, hogy végül is vigyék be a kormány elé és szavaztassák meg, illetve úgy elfogadtatni az ott a szocialista képviselőkkel, illetve a városvezetéssel azt, hogy a kórházban az a fejlesztés történjen meg, ami mind a két célnak megfelel, tehát a szocialistáknak is, meg a fideszes városvezetésnek is, de úgy gondolom, hogy ha valaki ránéz a kórház, az látja az eredményt, mert az a második ciklusnak ez az üvegház, ez annak lett a eredménye. Az akkori politikai elrendeződésről mi a véleménye, most országos szinten kérdezem? Az akkori politikai? Az akkorinak, igen. Hát nyilvánvalóan az én szívemhez nyilván közelebb áll egy szocialista kormány, mint egy fideszes kormány, és sose éreztem azt, hogy valaki hibátlan. Tehát olyan ember nincs, aki nem követte hibákat, a szocialista kormány is követette hibákat, és nyilvánvalóan most a fideszes kormánynak is vannak olyan húzása, ami nekem nagyon nem tetszenek. Nyilván embereknek vannak, hogy tetszik, nem tetszik, kinek milyen beállítása van. Én akkor meg is mondtam a véleményemet, annó volt az, hogy Karcagon nem volt például Gyurcsány Ferenc, akkor talán még sportminiszter volt, és például az egészségügyen nagyon összevesztünk vele, tehát elég hangoskodássá fajult a dolog, tehát akkor is megmondtam a véleményemet, ma is megmondom, hogy ki nem tetszik és ki tetszik. Utána, amikor ugye ismét Fidesz kormány lett, akkor létrejött a Jobbik Magyarországért mozgalom. Hogyan látja azt az elmúlt két ciklust, amikor szocialista kormányzás volt, illetve az új Fidesz kormányzást, mennyire volt például egy választás előtt ellenséges a hangulat? Tehát ha kettőt összehasonlítjuk. Ez elég nehéz, mert ez korszakonként változó, tehát az, hogy áraképítés vagy nem áraképítés, és kihoz érzi magát, ez nyilvánvalóan ez a demokráciának valahogy a következménye volt, miután én már elég öreg fejjel értem meg azt, hogy meglett ez a rendszerváltás. És onnantól kezdve eléggé növekedtek az árkok. Nyilván, aki jobbos beállítottságú volt, az jobbossá vált, és ugye azokat nehezen emésztették meg azok az emberek, akik együtt voltak velük az MSZMP-be, és együtt szavazgattak mindent, és hirtelen jobboldalivá váltak, az nyilván emberek közötti szakadékot okozott. Ez nyilván mélyült az évek során, minden kormány hozzátett a maga kis húzásait ehhez a dolgokhoz különböző formában. Nekem ez nem tetszik. Nekem azt tetszett, ami itt volt, hogy a mai napig bemehetek akárkihez a önkormányzatba, akár a miniszter úrhoz is, és megbeszélhetem vele a problémákat. Ugyanúgy annak idején, most már nem annyira, de annak idején például a szocialistákkal, ami természetes volt, például Vadai Ágival, aki mindenki tudja, vagy legalábbis nagyon sokan, hogy annak idején eléggé mentoráltam volt a karcagi szocialista pártban, és nekem nagyon tetszett a tudása, hozzá kell tennem. Nem voltak dolgok, amik nem tetszettek, amit csinál, de hát mindenkinek nem tetszett minden. És én azt szerettem, hogy normálisan meg lehetett beszélni dolgokat, normálisan vagy elutasították, vagy figyelembe vették, de meghallgattak. És a meghallgatás mind a két részről az egy nagyon fontos dolog, mert ebből mindenki tanul. Ugye részt vesz a helyi politikában most is, hiszen a pénzügyi bizottság tagja, illetve azt mondta a riport elején, hogy figyelemmel kíséri a politikát gyakorlatilag. Mi a véleménye például a jelenlegi városi önkormányzat képviselőtestületének a működéséről, a hangulatáról? Hát ez számomra egy nagyon érdekes volt bekerülni úgy, hogy nem volt benne szocialista képviselő, és én egyetlen volt szocialista képviselőként részt vehetek ezeken az üléseken.
nyilvánvalóan ezelé a bizottság elé kerülnek a város legfontosabb dolgai. Ugye pénznél nincs fontosabb. Annó András János mondta, hogy minden költségvetés nehéz, de a következő még nehezebb. És hát így is van egyébként. Na most nyilvánvalóan van benne olyan tag, aki nem kormánypárti, és hát bizony elég érdekes hozzászólásaik vannak ezek az a dolgokhoz. Nekem olyan érzésem van, mintha ilyen szereplési mániájuk lennek, hogy beszéljünk azért, hogy beszéljünk. De aztán van alja, vagy nincs alja, és aztán néha fenyegetésbe torkolik, néha másba, és én nem látom a javaslatokat. Tehát igazándiból nem látom olyan javaslatot, ami a város épülésére szolgált volna. Lehet, hogy én nem figyeltem eléggé, még csak 7 éve vagyok benne a bizottságban. Tehát akkor gyakorlatilag a fideszes városvezetők, illetve a jobbikos önkormányzati képviselők nem igazán tudnak együttműködni ön szerint? Hát nem százas az együttműködésük, szóval az nem így gondolnám. De hát aki a cikkeiket látja, a megjelenésüket, a mondani valójukat, az láthatja, hogy ők teljesen más képzelnek el, csak nem tudom, hogy mit. Legalábbis én nem tudom. Lehet, hogy ők tudják, de én erre nem biztos, hogy tudnék válaszolni, hogy mi volna az, amit felemelnének a városba, mert hogy utakat csinálunk, mindenki tudja, hogy kéne utat csinálni, vagy rendbe rakni, de azt is tudni kell, hogy a városnak az X év alatt, ameddig én voltam képviselő, és mostanság azért a város összefogásából és a önkormányzat támogatásából lett ennyi, mondjuk sáros útból járható útalap, és bizony ezek nem erre a nehéz autókra készültek el, amit mi is csináltattunk az utcába, és bizony ezek bejönnek, akkor szétnyomják az egészet, és ezt nem hiszem, hogy van olyan városi önkormányzat, amelyik képes utána menni ezeknek a dolgoknak, hogy megint rendbe rakja, én tudom, rengeteg pénz. Aztán eljött ugye az az idő, amikor Karcagon gyakorlatilag megszűnt létezni a szocialista párt. Megszűnt létezni? Igen. Tehát, volt ennek az oka ön szerint? Szerintem nem volt egy olyan ember, aki összetartsa a csapatot. Tehát, minden csapatnak kell egy vezéregyéniségének lenni. Nyilvánvalóan annak idején, mikor én dolgoztam ebbe a pártba, aktív szülésznőgyógyászként azért elég sok időmet lekötött a kórházi munkám. Tehát nekem arra nem volt időm, hogy körbejárjam a pártagokat, beszélgessek, és minden. Én támogattam, akit lehet, hagyta magát, hogy támogassa, és nem támogattam azt, aki nem hagyta magát, mert olyan is volt. És hát nagyon sokszor nem szerették az újdonságot, hogy azért változtatni kéne ezen a felálláson, hozzáálláson és pártszervezésen. És aztán sem a megye nem ambicionálta ezt, hogy itt legyen alapszervezet, úgy én minden választáson azt éreztem, hogy magunkra hagytak bennünket, hogy ezek tudták, hogy erős fideszes körzet. Itt ugye Varga Mihály miniszter úr volt hosszú éveken keresztül a képviselő, ugye utána lett a Fazekas miniszter úr a képviselő, aki egyéniben ment, és ezt túl erősnek találták, vagy nem találtak olyan embert, aki fölvehette volna a versenyt, kivéve talán egy ciklusban, amikor Vadai Ági jól szerepelt egy választáson, amikor először bekerült listán a parlamentbe, és így egyszer csak szépen elhalt az egész dolog, és aztán sokan voltak, akik nem értettek egyet a kormány politizálásával, azok kiléptek, vagy háttérbe léptek, vagy csak pártoló tagok lettek, meg megöregettünk, fiatalokat nem tudtunk a pártba bevonzani, és így aztán így szépen lassan úgy elhalt a dolog. Most ismét választás előtt vagyunk. A körzetben ugye van, tehát akiről tudunk, akik már be vannak regisztrálva, fideszes jelölt, jobbikos jelölt, DK-s jelölt, ha jól tudom, akkor tehát elég sok képviselőjelöltnek sikerült már beregisztráltatnia magát. Mi a véleménye az egyes jelöltekről, vagy az egyes
olyan jelöltekről, akik pártokat, különböző pártokat képviselnek. Tehát mi a véleménye a politikájukról? Nekem életem egyik legnehezebb választása ez most. Nyilvánvalóan nem a szívem csicska a Jobbik. Hát ez mindenki gondolhatja a származásom alapján. Nagyon sok minden nem tetszett a Fidesznek a politizálásában, és nem minden nagyon tetszik nekem abban, hogy hogy állnak a pártok benne, a Szocialista Párt és a DK is. Bár mondjuk teljesen azonosítani ugye nem lehet a két pártot, de hogy állnak ehhez az egész dologhoz, kikinek a javára lép, vagy hogy tudnak egyesülni, vagy együtt dolgozni. Na most, ha egyenként végignézzük a dolgokat, akkor mondjuk kezdjük az én pártommal. Ugye az MSZP nem indít, mert ugye a DK-nak adta át ezt a körzetet. Hát a DK-ból indul egy hölgy, akiről el kell mondanom, hogy fogalmam nincs, hogy kicsoda. Nem is hallottam róla soha, nem is tudom. Nagyon savallom. Én szerintem elég sok baloldali szavazó van ma Karcagon még mindig, emlékezve az én választási időszakomra, hogy mennyien szavaztak ránk, akiket talán illet volna összehívni és bemutatni ezt a hölgyet, hogy szavazzunk is rá, hiszen mindenki tudja, hogy ha Karcagot valaki nem nyeri meg, úgy a környékben elég nehéz neki megnyerni a választást, vagy legalábbis nem elég szavazatot szerez. Hát ez most, ez elég nagy dilemmát jelent nekem, hogy ha rászavazok a hölgyre, akkor momentán elveszhet a szavazatom. Aztán van a Jobbikos képviselő, a Jobbikról tud, én nekem továbbra is az a véleményem, hogy egy báránybőrbe fújt farkas, nem kívánok ezen változtatni, nem hiszem, hogy az az ember, aki hirtelen felindulásból a holokauszt áldozatainak cipőjébe beleköp, és rámondják, hogy hirtelen felindulásból tette, hogy mit szólnának hozzá, hogy én hirtelen felindulásból a gyászbódon mennék, és leköpném a sírkövet egy gyászoló társaság elén, úgyhogy az, hogy ez nem hirtelen felindulás, ez modortalanság és antiszemitizmus. És ugye van a Fidesz, amelynek voltak olyan dolgai, ami engem szíven érintett, megmondom őszintén, ez a sorosodás nem tetszett, el kell mondanom, hogy én se értek egyet, hogy muzulmánokat telepítsünk be az országba, hiszen nem kell mást elolvasni, mint az egri csillagokat, ahol látjuk, hogy hogy vélekednek a gyaur magyarokról, és ehhez már nem is kell, azt hiszem, hozzátennem valamit, viszont a másik része ugye nagyon, vannak azért olyan emberek, akiknek az országában háború folyik, akik menekültek és megfelelő kivizsgálás után, ha nem is állandó letelepedés, de addig, ameddig ott meg nem szűnik ez a háborús éra, addig menekült jogot vagy letelepedési lehetőséget lehetne adni Magyarországon. Tehát én láttam Izraelben is, hogy milyen problémákat okoznak a palesztinok, én úgy gondolom, hogy nem fognak soha ebbe a nyugati gondolkozásmódba betalálni, hiszen azért nem nyugatiak, mert nincs az a gondolkozásuk, hiszen a Korán nem a keresztény-zsidó párhuzamról szól. És akkor innentől kezdve ugye elmondtam javarészt a gondolataim, illetve el is mondtam, na most itt van, hogy hova adom a szavazatomat, mert ugye ha most hagyjuk a pártreferenciát, tehát de ugye lehet pártokra és egyéni képviselő. Számomra teljesen elfogadhatatlan egyáltalán, hogy a Jobbik kormányzati szerepre juthasson Magyarországra. Én nem is hiszem, hogy a magyarok úgy gondolják, hogy egy szélső jobboldali kormány feltétlenül jót tesz Magyarország nemzetközi imidzsének is, hiszen tudomásom szerint még mindig nincs senki az Európa Parlamentben, aki szövetséget kötött volna, vagy valamelyik pártcsaládba bevette volna igazándiból a komoly pártcsaládba a Jobbikot. Nem is hiszem, hogy a gondolkozás mondjuk megváltozott, hiszen rengeteg olyan tagjuk van, akik részt vettek, és Karcagon is részt vettek abban, hogy kemény antiszemita dolgokat írjanak le, megvádolva a polgármester urat, hogy elment egy temetésre, megvádolva azt, hogy a holokauszt emlékére elment. Attól, hogy a mazsihisz elnöke ki volt, attól még mindig a holokauszt emlékéről szól ez a dolog. Én nem hiszem azt, hogy nagyon jót tenne nekünk, hogy
az ő képviselőjük lenne a képviselőnk a parlamentben, és akkor ugye maradt még egy képviselőnk, amiben vált jelöltű a városnak, vagy a Fidesznek, vagy képviselő jelöltje a városnak, mert ugye nem az én jelöltem, mert nem én jelöltem őt, a Kovács Sándor. Na most, mielőtt bárki megvádol, azért tudni kell erről a kapcsolatunkról, hogy ide Vadai Ágnes korában mi kemény ellenfelek voltak, és komoly összecsapásaink voltak egymással az önkormányzatban, és azért azt is tudnia kell az embereknek, miután csütörtöki önkormányzat ülésén levertük egymás orrát, akkor vasárnap együtt jártunk a gyerekekkel babaúszásra, és a mai napig osztálytársak Tomival a Timur. Tehát én úgy gondolom, hogy nem ez befolyásol abba az ügybe, mert más dolog szülőnek lenni, és más dolog politikusnak lenni. Nyilvánvalóan egy osztály érdekében dolgozunk együtt, és más dolog a politikai életben együtt dolgozni. Én azt látom, és magam részéről azon vacillálok, és talán el is döntöttem, hogy jelen pillanatban nekem elfogadhatatlan az, hogy Jobbikos jelölt képviselje Karcagot. Tehát én a reálisan megfelelő ellenfelet tudom támogatni. Annak ellenére, hogy jelenleg ugye az ellenfél fideszes. Tehát a következőt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban. Egyrészt eddig még a Jobbik azt mondta, hogy senkivel sem fog választási szövetséget kötni, vagy visszaléptetni, ők elindulnak, mert ők biztosan megnyerik a választást. Vannak mondjuk apró kételjeim ezzel kapcsolatban, körülbelül olyan kételjeim vannak, mint hogy megnyerem a héten az ötös találatot, tehát annyi esélyt látok, hogy ők úgy megnyerik a választást, hogy tök egyedül tudnak kormányzást csinálni. Megmondom őszintén, elolvastam egy részét a programjuknak, és nyilvánvalóan kihegyezve az egészségügyre, hát az egy blabla az én szememben, és fogalmuk nincs arról, hogy mit is kéne csinálni az egészségügyben. Nem azt mondom, hogy mindenkinek van fogalma róla, de azért én egy-nehány évet eltöltöttem a frontvonalba, és azért én látom a problémákat egy ilyen kis városban, illetve hát ebből felépítve a többibe is. Én nem tartom jónak, megmondom őszintén ezt a dolgot. Ha ilyen a többi is, az elég nagy baj. Én nem tartom jónak ezt a részét a programjuknak. Válaszolva arra a kérdésre, hogy összefognak, nyilvánvalóan nem fognak, tehát nyíltan nem létezik, hogy olyan történik, hogy a DK azt fogja mondani, hogy visszalépteti ezt a hölgyet a Jobbik javára, hiszen abban a pillanatban vége van a DK-nak. Szóval ez kész. Most van az LMP-nek még ismert képviselője ebbe a körzetbe. Nem gondolom, hogy nagyon erős képviselő lenne, tehát szavazatarányban. Egyébként most is országgyűlési képviselő, de nem is, és itt lakik, de nem látom azt, hogy őnek egyáltalán lenne esélye. Illetve hát látjuk országosan is, hogy áll az LMP. Tehát lenne esélye egyéni választókerületet nyernőről el tudom képzelni, illetve az LMP-ről el tudom képzelni, hogy visszalépteti a képviselőjét. Éppen ma reggel olvastam ezzel kapcsolatban cikkeket, mert ugye minden reggel azzal telik a reggeli, hogy előveszem a reggeli újságot és elolvasom, hogy azért nagy lehetőségük nincs már választások, tehát változtatásokra, meg visszalépésekre, hiszen itt pénzzel is jár a dolog, tehát egy bizonyos képviselő szám elérése alatt nem kapják meg a támogatást. Tehát olyan nagy mozgásterük nincsen a képviselő visszaléptetésnek. Második dolog, ugye megmutatta most a hódmezővásárhelyi választás, most nem hiszem, hogy bele kéne nekünk abba menni, elemezni, hogy miért nyert ez az úr, vagy miért nem nyert ez az úr. Ugye az ottani előrejelzések is azt mutatták, hogy helyből megnyeri az alpolgármester a választás, és mégsem történt ez meg. Nem lehet tudni, hogy van-e az emberekben ezen a vidéken is olyan protest szavazat, hogy sokan elmennek szavazni, és kire szavaznak. Nyilvánvalóan. De egészen más dolog egy olyan embernek, akiről tudták, hogy valamikor Fidesz támogatott, és ugye egyházi, világi egyházi személy és minden más volt, ugye ő, tehát azért nem jobbikos volt, csak egy jobboldali.
Tehát egy dolog, hogy mögötte összeállnak valaki, és egy dolog, hogy egy jobbikos mögötte összeáll valaki. Tehát azért ez egy óriási nagy különbség. Én minden esetre reménykedem, hogy ez nem fog itt megtörténni Karcagon. Nem tetszik, és soha nem is fog tetszeni. Én egy jobbikos és egy szocialista összeborulás, vagy DK-s összeborulást, én úgy látom, mintha Készli Anna és Szálasi összefogott volna azért, hogy Horthy rendszerét megdöntsék. Körülbelül ebben látom a különbséget, úgyhogy nem, én részemre elképzelhetetlen, hogy ez a felállás legyen. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és további jó munkát kívánunk önnek. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontos városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Hol tartunk most? Mi történt eddig? A Paktum szervezet elkezdte a működését, és most már eredményeket is lehet felmutatni, hiszen megkezdődtek a képzésekből már kerültek ki munkavállalók vállalkozásokhoz, és egyre több olyan támogatott munkahely van, olyan támogatott dolgozó van, akinek akár a bérét vagy a bérköltségét tudjuk támogatni, és a szabad és a nyílt munkaerőpiacra tudnak kerülni. Én azt gondolom, hogy kezd beérni ez a feladat, ez a munka. Egyre több olyan munkavállaló, aki eddig akár munkanélküli volt képzés által, vagy támogatott munkahely által, most már a munkaerőpiacon van. Én azt gondolom, hogy elérjük azt az eredményt, amit kitűztünk, bár nehéz lesz, hiszen nagy a vállalásunk, az, hogy szinte a teljes foglalkoztatást elérjük ebbe a régióba, de azt gondolom, hogy ha nem is pontosan másfél-két év múlva el fogjuk érni, de nagyon meg fogjuk közelíteni. Hogyan tapasztalja a megyét járva, hogy ismerik már a vállalkozók ezeket a lehetőségeket, és keresik a Paktum szervezetet? Igazából még ebbe egy kicsit hátrányba vagyunk, hiszen meg kell keresnünk a vállalkozókat, fel kell kutatni a munkavállalókat, a leendő munkavállalókat. Abból a szempontból szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a munkaerőszolgálati irodák, a munkaerőgyi központok ismerik ezeket a dolgozókat, vagy leendő dolgozókat, de a vállalkozókat segíteni kell, el kell nekik mondani, hogy tudunk segíteni abból, hogyha munkaerőt keresnek. Tudunk abba segíteni, hogy képezzük őket, és úgy tudják felvenni ezt a munkaerőt, hogy már az ő igényeikre vannak kiképezve, és azt is tudjuk azt, hogy még a képzési idő tart, akár támogatjuk az ő bérüket, bérköltségüket, és így sokkal könnyebben veszik fel ezeket a új munkakezdőket, vagy ezeket a munkanélkülieket, akik most kerülnek be az elsődleges munkaerőpiacra. Itt már hallottunk azért olyanokat, akik ennek a paktumnak a révén kaptak munkát, vagy ők maguk lettek munkavállalók. Így van. Szerencsére ez már nem egy kezdeti stádium, hanem nagyon sokan vannak, akik úgymond támogattuk, hogy felvegyék a bérüket egy fél évig, utána tovább foglalkoztatásukat. Én azt gondolom, hogy sikeres ez a program, és egy kicsit azokat a nehézségeket, hogy egy munkanélkülit valaki felvegyen, akinek nincs a megfelelő képzettsége, ezt ez a paktum, ez az iroda, ez az összefogás, ez át tudja hidalni, hiszen olyan képzéseket vittünk végbe, és viszünk végbe az elkövetkező időszakban, amire a munkaadóknak van szüksége. Nem olyan képzéseket, amire megvan a képzése, van akár egy OK-ja és papírja, és nem tud vele elhelyezkedni, mert kiderült, hogy nincs a munkaerőpiacon igény. Meg van fordítva a helyzet. Itt úgy van, hogy a munkaadók jelzik azt, hogy milyen képzettségű szakemberekre lenne szükségük, és itt a paktum által a képzési költségek felhasználásával meg tudjuk azt oldani, hogy olyan munkavállaló kerüljön a munkaadóhoz, aminek a megfelelő képzettsége megvan, tehát tanfolyamokat indítunk, a tanfolyam végén oklevelet kapnak, és már az oklevél átvétele után, már ahhoz, ahol le van szerződve, már ahhoz a munkaadóhoz le is tud szerződni, és munkát kap. Reméljük, hogy egyre többen lesznek ilyenek. Köszönjük szépen! Én abban bízok, hogy egyre kevesebben, hiszen egyre kevesebb olyan ember lesz, aki már munkát keres, és aki már munkát talált, annak pedig egyre magasabb lesz a fizetése, ez a célunk. Köszönöm szépen! Milyen eredmények születtek eddig? Erre kérdezem Okos Gyulát, hiszen itt elhangzott, hogy már többen találtak munkát az önök segítségével, a Paktum szervezet segítségével.
megkezdődött a projekt megvalósítása, az a harmadik mérföldkő, ami a képzések megindításáról szólt, november 15-e határidővel kellett végrehajtani. 5 fő lépett eddig képzésbe, 5-en kaptak vendéglátó eladó képesítést, közülük 3-an már dolgoznak, 2 főnek folyamatosan keressük az állást. A másik mérföldkő, a 4. mérföldkő, melynek a megvalósítási határideje február 15-e volt ez év. Itt 25 fő elhelyezését vállaltuk, miszerint ennyi fő részére nyújtunk támogatást már a foglalkoztatóra gondolva az elhelyezéséhez, vagy ennyi fő támogatunk az önfoglalkoztatás terén, a vállalkozóvá válását. Az eddigi eredményeink ezt úgymond túlszárnyalták, hiszen ezt a mérföldkövet sikerült túl teljesíteni. Mai állapot szerint már a bevonások száma elérte a 63 főt. 5-en váltak vállalkozóvá, akik támogatást kaptak tőlünk 6 hónapig terjedő minimálbér erejéig. 4 fő esetében a munkáltatott bértámogatással támogattuk a foglalkoztatását, és 48 fő esetében pedig bérköltség támogatást nyújtottunk a munkáltatónak azért, hogy a hátrányos helyzetű álláskeresőt foglalkoztassa. Ezen felül ugye az 5 fő, amiről már beszéltem, képzésbevonásra került, 1 fő bevonása pedig jelen pillanatban azért történt meg, mert néhány napon belül őt is sikeresen el fogjuk helyezni a jelek szerint. Akkor ez azt jelenti, hogy a munkáltatók keresik önöket, és keresik azokat az embereket, akiket ők valamilyen módon szeretnének alkalmazni? Folyamatosan keresnek minket a munkáltatók. Én azt gondolom, hogy a projekt ismertsége már elért egy szintet. Ezt tovább kívánjuk majd fokozni azzal, hogy munkáltatói fórumot szervezünk, álláskeresők részére nyújtunk tájékoztatásokat, és a munkáltatói kapcsolattartóink is folyamatosan kapcsolatban állnak a járásunkban működő vállalkozásokkal, népszerűsítik a projektet és ismertetik a projekt támogatásait. Jó munkát kívánunk, köszönjük szépen! Köszönjük szépen mi is! Köszöntöm nézőinket, Szatmári Jánossal beszélgetünk. Mögöttünk egy megterített húsvéti asztal van. Mire készültek a séfecskék, most mi minden készült? Hát először is egy hagyományos húsvétra készültünk, azért van itt a sonka, a tojás, és egy darált húsból lapos fasírt jelleget készítettünk, és megtöltöttük egy lágy tojással, és akkor az ki lett sütve, és akkor lehet látni egy ilyen töltött fasírt, amiben meg van töltve az egész lágy tojás, és ha a sütés után is lágy maradt a tojás. És ez egy különleges, hogy a maga a tojás a húsvét jellegét adja, a hús meg úgy szintén csak füstölt nincs benne, de viszont van mellette egy gyönyörű húsvéti sonka, és majd szeletelünk és hozzá fogyasszuk. Itt azért mondjunk el egy trükköt, hiszen itt még készült mondta, hogy ehhez a tojáshoz azért egy kicsit a fagyasztást is használni kell ahhoz, hogy jó legyen minden, és ne keményedjen meg a tojás, mikor sütjük a forró olajban. Igen, először is ott kell kezdeni, hogy egy lágytojást úgy kell elkészíteni, hogy hideg vízbe bele kell tenni a megmosott tojást, és fel kell tenni a gáztűzhelyre, és attól kezdve kell számolni 5 percig. És 5 perc után ki kell venni, hideg vízzel le kell mosni, és utána lehet hámozni, mikor kihűlt. És így lágy marad belül a tojásnak a sárgája. Majd mikor meg van pucolva, elkészült a fasírt hús, ami darált hús fűszerezve, és akkor fólia alatt szép laposra, egyforma vastagságúra ki lehet egyengetni, és akkor beletesszük a megpucolt lágy tojást, és akkor mint egy a fólia, hogy egyformán körbeveszi, és akkor csinálunk egy ilyen kis labdaszerűséget, és utána beletesszük fagyasztóba ezt a kerek sütőfólia-szerűségű fóliát is lehet használni, mert ezt kemencébe is el lehetne készíteni, és akkor betesszük a fagyasztóba, hogy a tojásnak a sárgája az fagyjon meg, vagyis hűljön le, és utána, amikor beletesszük a forró olajba, akkor ki fog olvadni a sárgája is, és akkor ugyanolyan lágy fog maradni, mint ahogy lehet látni a tálalásnál.
Reméljük, hogy akkor sokan kipróbálják. Mondta, hogy ez nem egy Magyarország étel, hanem egy külföldön nagyon sokan készítik. Mi minden található még itt? Hát található még ezek a hagyományos kalácsok, mert készültek szendvicsek is, akkor készültek fonott kalácsok. Tavaly olyan készült, hogy a tojásokat is beletettük, úgy lett megsütve a kemencébe. Most a kalácsnak a tetejére van téve, igaz, hogy ezek csokoládé tojások, de a húsvétnak a jellegét továbbra is viszik, mint egy hagyomány őrzés címén. A fonott kerekkalács, akkor készítettünk ilyen kis apró kis golyókat, mert hogyha lett volna kis fürtojás, azokból is lehetett volna nagyon szép kis aranyos kis ilyen húsvéti ételt készíteni, akkor egy kis retekkel, salátával van díszítve. A szendvics az például egy kis pulykasonkával készült, és a lányok pedig feldíszítették a megvajazott kalácsot, és akkor rátették a sonkát, a tetejére pedig feldíszítették a ő elképzelésük szerint. Igaz, hogy egy picike kis sajt kellett volna, de már nem volt időnk reszelni. Mit kell tudni erről a sonkáról itt mellettünk? Hát ez a sonka már körülbelül 6 hónapos. Ez a sonka, ezt mink bepácoltuk ezelőtt 6 hónappal, akkor ezt pácolás alatt forgatjuk, dörzsölgetjük rá a sót, kimondottan száraz pácot készítünk, lehetne akármilyen felfőtt fűszeres pácot is, de egy hagyományos pácot készítettünk, utána majd 5-7 múlva lemossuk róla ezt a sót, utána pedig felakasztjuk, és akkor hagyjuk egy picikét száradni, majd később megfüstöljük. És a füstölés után pedig ez körülbelül egy évig kellene szárítani olyan húzatos, levegő, mozgású helyen, és lényegében ez egy, mint ahogy említettem, 6 hónapos, de már fogyasztható. És lehet látni, milyen szép vörös a színe, hogy be van érve már, de még a nedvesség tartalma egy kicsikét sok neki, és akkor, hogyha még jobban kijön belőle a nedvesség, kezd kiszáradni, akkor onnantól nagyon vékony szeletet nagyon éles késsel kell vágni, vagyis vékony szeletelni. Ahhoz külön gyakorlat kell, hogy a test mozgásával kell a kést mozgatni, nem a kést úgy, hogy az ember a kezivel, hanem mozogni kell a testével, szinte derékból, és akkor úgy lehet a sonkát igazán szép, egyforma vastagon szeletelni. Reméljük, hogy sok karcagi asztalra kerül majd hasonló finom étel húsvétkor. Köszönjük szépen! Mink is köszönjük! Nyiriné Kátai Katalinnal beszélgettünk, itt csodaszép húsvéti dolgok vannak mellettünk. Megint a séfecskék egyben kézműveskedtek is, mi minden készült. Igen, mi már elkezdtük a húsvéti készülődést, és a lányokkal a tojásokat írókáztunk. Ezt nem először csináljuk, és én azt gondolom, hogy már mutattam ezt a korábbi években is, de ez azért szeretem megtanítani a lányoknak, mert ez egy hagyományőrző tojásírás, írókával, aranyporral bevonva. Ezen kívül modern dolgokat is készítettünk, fölújítgattuk az eddigi tudásunkat, és fonállal különböző kis arcokat rajzoltunk, illetve horgolva tyúkokat készítettünk. Ezt most próbálkoztunk elnevezni kotlósfának, hogy ne csak a nyúl meg a tojás jelenjen meg a húsvétkor, hanem a csirke, a tyúk, a kotlós is. És hát akkor itt az előbb már hallottuk, hogy a kalácsban most egy kis műfőes dekorációval csoki tojások kerültek, ez is egy ötlet lehet, és hát azért itt a tavasz színei is megjelentek. Természetesen itt most a zöld, a sárga, ami dominál már, ami a tavasz üde zöld színét próbálja behozni, és bízunk benne, hogy mire megérkezik a húsvéti ünnepünk, addigra a természet is tavaszba borul. Reméljük, hogy így lesz, és hát azt gondolom, hogy ezek nagyon kis ötletes dolgok, és nem nagyon bonyolultnak tűnik megvalósítani ezeket a kis felöltöztetett tojásokat sem. Igen,
nyilván mindig úgy dolgozunk, hogy otthon is elkészíthető legyen, és mindenki megoldhassa az ajándékozást, hiszen nem csak a hímes tojást, bár az is van közte, hanem egyebet is lehet ajándékozni a család tagjainak, a locsolkodó fiúknak, férfiaknak a ünnep idején. Köszönjük szépen az ötleteket! Én is köszönöm. Nyiriné Kátai Katalinnal beszélgettünk, itt csodaszép húsvéti dolgok vannak mellettünk. Megint a séfecskék egyben kézműveskedtek is. Mi minden készült? Igen, mi már elkezdtük a húsvéti készülődést, és a lányokkal tojásokat írókáztunk. Ezt nem először csináljuk, és én azt gondolom, hogy már mutattam ezt a korábbi években is, de ez azért szeretem megtanítani a lányoknak, mert ez egy hagyományőrző tojásírás, írókával, aranyporral bevonva. Ezen kívül modern dolgokat is készítettünk, felújítgattuk az eddigi tudásunkat, és fonállal különböző kis arcokat rajzoltunk, illetve horgolva tyúkokat készítettünk. Ezt most próbálkoztunk elnevezni kotlósfának, hogy ne csak a nyúl meg a tojás jelenjen meg a húsvétkor, hanem a csirke, a tyúk, a kotlós is. És hát akkor itt az előbb már hallottuk, hogy a kalácsban most egy kis műfüves dekorációval csoki tojások kerültek, ez is egy ötlet lehet, és hát azért itt a tavasz színei is megjelentek. Természetesen itt most a zöld, a sárga, ami dominál már, ami a tavasz üde zöld színét próbálja behozni, és bízunk benne, hogy mire megérkezik a húsvéti ünnepünk, addigra a természet is tavaszba borul. Reméljük, hogy így lesz, és hát azt gondolom, hogy ezek nagyon kis ötletes dolgok, és nem nagyon bonyolultnak tűnik megvalósítani ezeket a kis felöltöztetett tojásokat sem. Igen, nyilván mindig úgy dolgozunk, hogy otthon is elkészíthető legyen, és mindenki megoldhassa az ajándékozást, hiszen nem csak a hímes tojást, bár az is van közte, hanem egyebet is lehet ajándékozni a család tagjainak, a locsolkodó fiúknak, férfiaknak a ünnep idején. Köszönjük szépen az ötleteket! Én is köszönöm. Köszöntöm nézőinket, Szatmári Jánossal beszélgetünk, mögöttünk egy megterített húsvéti asztal van. Mire készültek a séfecskék, most mi minden készült? Hát először is egy hagyományos húsvétra készültünk, azért van itt a sonka, a tojás, és egy darált húsból lapos fasírt jelleget készítettünk, és megtöltöttük egy lágy tojással, és akkor az ki lett sütve, és akkor lehet látni egy ilyen töltött fasírt, amiben meg van töltve az egész lágy tojás, és ha a sütés után is lágy maradt a tojás. És ez egy különleges, hogy a maga a tojás a húsvét jellegét adja, a hús meg úgy szintén csak füstölt nincs benne, de viszont van mellette egy gyönyörű húsvéti sonka, és majd szeletelünk és hozzá fogyasszuk. Itt azért mondjunk el egy trükköt, hiszen itt még készült mondta, hogy ehhez a tojáshoz azért egy kicsit a fagyasztást is használni kell ahhoz, hogy jó legyen minden, és ne keményedjen meg a tojás, mikor sütjük a forró olajban. Igen, először is ott kell kezdeni, hogy egy lágy tojást úgy kell elkészíteni, hogy hideg vízbe bele kell tenni a megmosott tojást, és fel kell tenni a gáztűzhelyre, és attól kezdve kell számolni 5 percig. És 5 perc után ki kell venni, hideg vízzel le kell mosni, és utána lehet hámozni, mikor kihűlt. És így lágy marad belül a tojásnak a sárgája. Majd mikor meg van pucolva, elkészült a fasírt hús, ami darált hús fűszerezve, és akkor fólia alatt szép laposra, egyforma vastagságúra ki lehet egyengetni, és akkor beletesszük a megpucolt lágy tojást, és akkor mint egy a fólia, hogy egyformán körbeveszi, és akkor csinálunk egy ilyen kis labdaszerűséget, és utána beletesszük fagyasztóba ezt a kerek
sütőfólia szerűségű fóliát is lehet használni, mert ezt kemencébe is el lehetne készíteni, és akkor betesszük a fagyasztóba, hogy a tojásnak a sárgája az fagyjon meg, vagyis hűljön le, és utána, amikor beletesszük a forró olajba, akkor ki fog olvadni a sárgája is, és akkor ugyanolyan lágy fog maradni, mint ahogy lehet látni a tálalásnál. Reméljük, hogy akkor sokan kipróbálják. Mondta, hogy ez nem egy Magyarország étel, hanem egy külföldön nagyon sokan készítik. Mi minden található még itt? Hát található még ezek a hagyományos kalácsok, mert készültek szendvicsek is, akkor készültek fonott kalácsok. Tavaly olyan készült, hogy a tojásokat is beletettük, úgy lett megsütve a kemencébe. Most a kalácsnak a tetejére van téve, igaz, hogy ezek csokoládé tojások, de a húsvétnak a jellegét továbbra is viszik, mint egy hagyomány őrzés címén. A fonott kerekkalács. Akkor készítettünk ilyen kis apró kis golyókat, mert hogyha lett volna kis fürtojás, azokból is lehetett volna nagyon szép kis aranyos kis ilyen húsvéti ételt készíteni, akkor egy kis retekkel, salátával van díszítve. A szendvics az például egy kis pulykasonkával készült, és a lányok pedig feldíszítették a megvajazott kalácsot, és akkor rátették a sonkát, a tetejére pedig feldíszítették a ő elképzelésük szerint. Igaz, hogy egy picike kis sajt kellett volna, de már nem volt időnk reszelni. Mit kell tudni erről a sonkáról itt mellettünk? Hát ez a sonka már körülbelül 6 hónapos. Ez a sonka, ezt mi bepácoltuk ezelőtt 6 hónappal, akkor ezt pácolás alatt forgatjuk, dörzsölgetjük rá a sót, kimondottan száraz pácot készítünk, lehetne akármilyen felfőtt fűszeres pácot is, de egy hagyományos pácot készítettünk, utána majd 5 hét múlva lemossuk róla ezt a sót, utána pedig felakasztjuk, és akkor hagyjuk egy picit száradni, majd később megfüstöljük. És a füstölés után pedig ez körülbelül egy évig kellene szárítani olyan húzatos levegő mozgású helyen, és lényegében ez egy, mint ahogy említettem, 6 hónapos, de már fogyasztható. És lehet látni, milyen szép vörös a színe, hogy be van érve már, de még a nedvesség tartalma egy kicsikét sok neki, és akkor, hogyha még jobban kijön belőle a nedvesség, kezd kiszáradni, akkor onnantól nagyon vékony szeletet nagyon éles késsel kell vágni, vagyis vékony szeletelni. Ahhoz külön gyakorlat kell, hogy a test mozgásával kell a kést mozgatni, nem a kést úgy, hogy az ember a kezivel, hanem mozogni kell a testével, szinte derékból, és akkor úgy lehet a sonkát igazán szép, egyforma vastagon szeletelni. Reméljük, hogy sok karcagi asztalra kerül majd hasonló finom étel húsvétkor. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük! Polgármester úr, hol vagyunk most a város melyik utcájában, és milyen probléma miatt kellett most intézkedniük? A kisvénkerti kertrészen vagyunk, a Barackos utcában egészen pontosan, és néhány bejelentés érkezett, hogy a belvíz itt is jelentkezik ezen a területen. Molnár Pál képviselőtársammal, igazgatóúrral egy bejárást tartunk, szemrevételezzük a terepet. Valóban van olyan rész, a mélyebben fekvő részeken található már belvízes szakasz. Mielőtt komolyra fordulna a dolog, megnézzük, ha bármilyen komolyabb probléma van, akkor természetesen azonnal intézkedünk. A városnak ezen a részén kellett-e már szivattyúzni, vagy valamilyen beavatkozást tenni korábban? Évek ezelőtt, körülbelül olyan 5 évvel ezelőtt volt hasonlóan komoly belvizes probléma, és akkor meg is tettük a szükséges intézkedéseket. Most ezt megelőzően tartunk egy ilyen bejárást. Igen, hogy áll, meddig ér a víz? Elértem a kerítés? Hát, majdnem. Nem sok píja van. Nem sok píja. De nem folyt be még? Még nem. Nem.
Igen, hát belefolyik a víz. Eddig ér, hát látszik itt ez a vízgyűlő terület, ez a legmélyebb, de hogy a föld vagy enged kifele, ez gyönyörűen el fog kivárogni. Molnár Pált, a Városgondnokság vezetőit kérdezzük. Önök mit tapasztaltak, illetve milyen segítséget tudnak nyújtani ilyen helyzetben? Természetesen mi katasztrófa védelemmel nem tudunk foglalkozni, erre meg vannak azok a szervezetek, akik ezt a feladatot el kell, hogy lássák. Annak ellenére nagyon sok olyan helyzet van, amikor nekünk kell beavatkozni, legalábbis az évek során ezt tapasztaltuk. Föl is készült a Városgondnokság, szerencsére a városvezetés is úgy állt a dologhoz, hogy támogatott bennünket beszerzés, anyag és eszközbeszerzésekbe, vannak szivattyúink, amelyel meg tudjuk az ilyen helyzeteket oldani. Természetesen itt is, hogyha szükségessé válik, akkor a szivattyúinkat el tudjuk indítani, és a megfelelő helyre a kialakult pangóvizet át tudjuk emelni. Jelen pillanatban én úgy érzem, hogy nincs nagy probléma, mert a lakóházak nincsenek közvetlen veszélyben, valamint az időjárást is, hogyha figyeljük, akkor megszűnnek a fagyos éjszakák, a fagyos hajnalok, a nappalok egyre melegebbek lesznek, a föld fagya, ahogy mondani szokták, kienged, és a pangóvizek el fognak szépen vonulni. Köszöntöm nézőnket, Dobos László polgármester úrral beszélgettünk. Hol is vagyunk pontosan? Hát egészen pontosan a Pártok házában vagyunk, és egy új irodában. Tudnélik, a képviselőtestület döntött korábban arról, hogy egy non-profit KFT-t hoz létre, Karcak Kincse néven, és ahhoz, hogy ez a KFT tudjon működni, ahhoz mindenképpen kell egy irodahelyiség. Ennek az avató ünnepségén vagyunk itt. Mi lesz a feladata ennek a KFT-nek? Hosszú távú terveink között szerepel, hogy az Erzsébet-ligetben a Sámándobon túl még egy olyan élményparkot hozzunk létre, ami a helyieknek a kikapcsolódási lehetőségét biztosítja, és ezen túl számítunk arra, hogy nagyon-nagyon sok vendég, turista is ellátogat ennek apropóján a városunkba. És hát ez rendkívül sok szervezési, működtetési feladattal jár, a non-profit KFT-nek ennek a gardírozása lesz a szerepe, feladata. Akkor azt gondolom, hogy még sokszor fogunk beszélgetni, hiszen akkor most elindult, és ha újabb dolog történik, akkor visszatérünk rá. Hát ez így van, ez egy nagyon nagy feladat, és öröm, hogy egyre inkább elindulunk már az úton, hiszen a KFT megalakulásával, működésével is előrébb léptünk, de örömmel közölhetem, hogy nagyon-nagyon szép tervek kezdenek kibontakozni magáról a Sámándobról, úgyhogy folyamatosan mennek az egyeztetések, folyamatosan mennek a tervezési munkálatok, és én biztos vagyok abban, hogy rövidesen megkezdődnek majd a érdemi munkálatok is, hiszen nem akarjuk húzni, halasztani, minél hamarabb szeretnénk mi is látni, hogy áll, mint áll ez az épület, és a környezetében elhelyezkedő más objektumok, ami még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon hiányzik ebből a városból, olyan dolgok lesznek elérhetők ott, azon a részen, amiért esetleg még máshová mennek mostanában a szórakozni vágyók, ez a probléma meg fog oldódni itt helyben. Köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget. Paik Zoltánnal beszélgettünk, ön sokaknak ismerős lehet Karcagon, de régóta nem találkoztunk már, illetve hát rendezvényeken találkozunk. Kérem, mutatkozzon be néhány mondatban. Hát én Paik Zoltán vagyok, gyakorlatilag gyermekkoromat itt töltöttem, szüleim itt éltek, nagyon hosszú ideig, és elkötelezett vagyok a város felé, mint lokál patrióta. Ebben a vonatkozásban több esetben is megnyilvánultam, és nagyon nagy megtiszteltetés az önkormányzat részéről, hogy a feladatot rám mérte, és ennek megfelelően próbálom a legjobb tudásom szerint elvégezni a munkámat. Karcagváros dicsőségére és a Nagykunság fővárosának előnyére. És önnek mi a feladata? A feladatom az, hogy a Nagykunság központjában felépülő kulturális központ, ami a helyi közösség kezdeményezéséből indítatik, ennek az üzemeltetését, rentábilis működését biztosítsam. Jó munkát kívánunk önnek! Köszönjük szépen!
Itt vagyunk a Bajcsi Zsirinc utcán, a Városháza és a Nimród szálloda közötti szakaszon. Mi történik most itt, polgármester úr? Hát egy tavaszi falgaljazás valósult meg a mai napon. Tudni kell, hogy itt ezen a út szakaszon eléggé előregettek már ezek az akászfák, és sajnos egy baleset is történt, egy itt parkoló autóra a tél folyamán egy száraz ág rászakadt, és hát ezt megelőzően szerettük volna felújítani a fákat, és ez történt meg. Tehát tulajdonképpen egy olyan gajazás, ami a fák életét nem veszélyeztetik, ahogy látszik is esetleg itt a hátam mögött a vágásoknál gyönyörű szépen lekezelték a vágott részeket, és azokból a rügyekből fog majd újra hajtani a fa, az alvó rügyekből, ami a törzsön található. Tulajdonképpen itt nem messzire tőlünk már történt egy hasonló karbantartás évekkel korábban, ezt meg kellett lépnünk pontosan a fák védelmének az érdekében, meg az itt erre közlekedők és itt parkolók érdekében. Tehát akkor a fák azok nem lesznek kivágva? Természetesen nem, a fák azok maradnak, hiszen ha valaki, akkor én nagyon-nagyon óvom és védem a fákat, akik fakivágás ügyében hozzám fordulnak, azok tudják ezt a legjobban. Tulajdonképpen egy karbantartás zajlott, és még egyszer mondom, ez a fák védelmében van, hogy szépen meg tudjanak újulni. Polgármester úr, mi történik akkor, hogyha tényleg valakinek az autójára egy fa ráesik itt az önkormányzat mellett? Ki ilyenkor, ki a felelős? Hát természetesen az önkormányzat, és ilyenkor kártalanítani kell a gépjárműnek a tulajdonosát, mint ahogy ez meg is történt az említett esetben is. A helyzet az, hogy a fákban nem látunk bele, nagyon-nagyon költséges lenne minden fát végigvizsgálni, külön egy komoly vizsgálat kellene ehhez. Sajnos ilyen előfordul, akkor az önkormányzat kell, hogy fizessen, és hát ezt meg is tettük, ahogy említettem. Miért is fontos még az ilyen kár megelőzés? Hát pontosan azért, hogy ne véletlenül valamilyen baleset történjen, mert az még a kisebbik probléma, hogyha egy álló autóra szakad rá egy száraz ág, de tessenek belegondolni, hogyha ez egy arra sétáló kisgyermekes családra, vagy gyerekre, vagy bárkire, idősebbre, fiatalabbra rázuhan, ez bizony komoly sérüléseket tud okozni. Úgyhogy még egyszer hangsúlyozom, a fák nem lesznek kivágva, természetesen ez a fa sor itt marad, kivéve ott kettőt, ami egy bizonyos pályázat befejezéséhez, illetve végrehajtásához mindenképpen szükségtelen, de a fasor az marad, és reméljük, hogy rövid időn belül újra megújulnak, és mindannyiunk örömére itt díszítik ezt az utcát. Mi fog történni a város többi fájával, amelyek veszélyesek? Hát hasonlóképpen vannak olyan szakaszok, említeni tudom például a Gépgyár utcát, ahol egy csodálatos fasor van, de ott is sajnos annyira előregettek, hogy bizony a megújításukra szükség van. Ez aztán már szakmai kérdés, hogy ez részletekbe történjen meg, vagy egyszerre. Én semmiképpen nem vagyok híve a tarvágásnak, tehát nagy valószínűséggel ez egy ilyen rendszer szerint fog majd megtörténni, de ott hasonlóképpen előreged, nagyon szép, nagyon látványos, de hasonlóképpen előregedett fákról van szó. Hát itt van egy olyan, ami mutatja, hogy a közepe teljesen el van korhadva, ez bármikor kiszakadhat volna egy erősebb vihar, az kiborítja. Ennél még korhadtabb részeket is láttam itt a reggeli munkálatok során. Szerencsére komolyabb baj nélkül megúsztuk eddig. A felső ágak voltak annyira elkorhadva, hogy az egyikből például itt a munkások elmondása szerint közel 200 denevért sikerült egy odúból kimenekíteni, amit aztán a természetvédők természetesen elvittek, de el lehet képzelni, hogy milyen szinten voltak elkorhadva. Tehát ez is mutatja, hogy, illetve igazolja, hogy bizony ezeket a munkálatokat időnként meg kell valósítani az, hogy biztonságban lehessen itt közlekedni, egyáltalán élni. Köszönjük, polgármester úr! Köszönöm az érdeklődést! Dr. Fazekas Sándor főnök miniszter úrral beszélgettünk, hiszen itt elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy sok olyan dolog történik, ami a mezőgazdálkodókat érinti. A jégkár elhárítási rendszerről már több alkalommal beszéltünk. Hol tart ez most?
Egy országos jégkárenyhítő, jégkár elhárító rendszernek a kiépítése kezdődött meg. Ez egy talajgenerátoros rendszer, és a Karcigi határban 3 ilyen generátor fog majd megépülni. Reményeink szerint ez csökkenti a jégkár esélyét, a Dél-Dunántúlon, dél-magyarországi területeken eredményesen működik, és ez nálunk nagyon aktuális, hiszen egy-egy jégesővel párosuló felhőszakadás komoly károkat tud okozni a mezőgazdasági kultúrákban, de nyilván a lakások számára is egy védelmet jelent. Itt elhangzott, hogy egyre több támogatás érkezik a térségünkbe a mezőgazdálkodóknak. Van-e most szakemberhiány? Hiszen itt a Szent Annai azért igyekszik pótolni, de van-e sok szakemberhiány? A Szent Anna iskolában jó néhány fejlesztés volt, felújítások, épületfelújítások valósultak meg, egy olyan mintaüzem is készült, ahol a minimalomtól kezdve a olajütőn keresztül a pálinka főzésig, gyülekvár készítésig, gyümölcs szállításig el tudják sajátítani a mezőgazdaságba készülő fiatalok a mesterfogásokat. Elsősorban állatgondozó, mezőgépész szakmákban van hiány, de gyakran a kétkezi munkásokból is nagyon nehéz összegyűjteni olyan létszámot, ami szükséges a mezőgazdasági műveléshez. Karcagon még viszonylag jó is a helyzet, a zöldség-gyümölcstermelő részén itt a választókörzetnek, illetve a tájegységnek ott gyakran már nem tudják mondjuk a dinnye termesztés fönntartani, vagy a paprika paradicsom termesztés, mert nincs elég dolgos munkáskéz. Én bízom benne, hogy akár az agrárszakképzés, és nek a fejlesztése, akár az, hogy emelkedtek a bérek a mezőgazdaságban másfélszeresére 2010 óta, elősegíti az, hogy akik még nem találtak munkát ezen a területen, igyekezzenek megélhetéshez jutni. Azt is látjuk, hogy a térségben egyre több feldolgozó üzem épül, ezzel is próbálnak még nagyobb piacot találni az itt megtermelt javakkal. Látszik, hogy az agrosprint is komolyan tudott fejlődni az elmúlt években, de többen foglalkoznak minőségi olajoknak a készítésével, vágópontok épültek, a húsfeldolgozók is tartják a pozíciókat, ez biztató mindenképpen. Több kézműves élelmiszerfeldolgozó is van Karcagon. Én szerintem ez egy jó alap arra, hogy a jövőben a helyi termékek köre az bővüljön, és a piaci részesedésük is növekedjen. Elhangzott, hogy Karcagra több mint 10 milliárd forint érkezett támogatásként különböző szektorokban. Melyeket tartja a legjelentősebbnek? A karcagi kórház fejlesztését szeretném kiemelni, ahol 3,5 milliárd forint beruházás valósult meg 2010 óta, és mintegy 1,5 milliárd forint van most is felhasználás alatt. Itt épületfelújítások tulajdonképpen a kórház legnagyobb részénél már megtörténtek. Gépek, berendezések beszerzése, laborháttérnek, diagnosztikai eszközöknek a beszerzése valósult meg, energetikai korszerűsítés is, és elég arra gondolni, hogy ma egy patikával egy gyógyszertárral bővült a kórházi szolgáltatásoknak a köre, tehát a házon belül tudnak a gyógyszereikhez hozzájutni, akár a betegek, az ott dolgozók, akik látogatni érkeztek a kórházba, ők is. Útfelújítások is voltak, itt az időjárás hátráltatja a Kisújszállási útnál a munkák megkezdését, de elég arra gondolni, hogy a Madarasi út, Püspökladány út felújítása megtörtént, lámpás pont képítése is megvalósult, aluljáró, felüljáró épült, a vasúti felújításra összefüggésben is, a karcagi műemlék vasútállomás is egy nagyon korszerű formában várja az utazó közönséget. De el lehet sorolni a példákat, az oktatási intézmények, óvodák felújítása szintén ebbe a körbe tartozik, műfves pályák épültek, megújult a karcagi strandfürdő 2010 óta, és most egy nagy beruházás, egy milliárdos fejlesztés, jól látható, hogy a karcagi rendőrkapitányságnak a építkezés is zajlik. Én bízom benne, hogy ez is elősegíti azt, hogy a biztonság, a közbiztonság, amely valamennyünk számára fontos, az tovább javuljon. Köszönjük szépen! Köszönöm! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatón. Itt Karcagon, a Nagykunság fővárosában, az ország egyik legnagyobb határú településén, ahol a mezőgazdaság évszázadok óta meghatározó szerepet tölt be. Ma is elmondhatjuk azt, hogy a városban mintegy 700 őstermelő, jó néhány egyéni gazdálkodó, társas vállalkozás dolgozik a határban, jelentős az állattartás is, és ami nagyon fontos, a zárt kerti gazdálkodás is több ezer parcellán zajlik ma is. Tehát olyan értékek vannak a legkorszerűbb, illetve a leghagyományosabb,
legtudományosabb vonatkozásokban is, amelyekre méltán lehet büszkén Karcag. Az egyik legnagyobb biotermőterülettel rendelkező városa Magyarországnak. Most egy olyan dolgról szeretnék beszélni, ami komolyan nehezíti a mezőgazdasági termelést. Láthatjuk, hogyha a határba járunk, hogy nagyon sok a belvizes terület, különösen itt az Alföldön, az Alföldnek a mélyfekvésű részein. Jászlatkun-Szolnok megyében mintegy 10 000 hektár van jelenleg víz alatt. Ez nagyon komoly, sok-sok százmilliós károkat képes okozni. Egy igazán nehezen kezelhető természeti csapás, hiszen a talaj vízzel telített, nagyon nehéz olyan munkálatokat végezni, amelyek a víz levezetésére irányulnak. Országosan több mint 70 000 hektár áll víz alatt, ez folyamatosan növekedik, ahogy a hó olvad, és mondok még néhány számot, például Békés megyében, különösen a sáréti területeken 15 000 hektár, de hasonlóan Jászlatkun-Szolnok megyéhez Bács-Kiskunban és Csongrádban is 10 000 hektárnál nagyobb a belvíz által sújtott terület. Ez több ezer gazdának a megélhetését veszélyezteti, ezért is szeretnék utalni arra, hogy egy olyan agrárkárenyhítési rendszer van Magyarországon, amely az Európai Unió szinten is a legmodernebbek közé tartozik. Nagyon fontos szabályozás a gazdák számára, és egy tájékoztatás, hogy a károsodás észlelésétől, tehát amikor valamilyen természeti csapás éri a mezőgazdasági kultúrákat, az észléstől számított 15 napon belül kell megtenni a kárbejelentést, és a területileg illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, amit agrárkár megállapító szerv ellenőrzés határozatában igazolja a kárt, akkor lehet a kárenyhítéshez hozzájutni, hogyha 30%-nál nagyobb a termés kiesés, vagy 15%-nál nagyobb a bevétel csökkenés. Ahhoz, hogy a kárenyhítési hozzájáruláshoz hozzá lehessen jutni, a szántóföld esetén 1000 forint per hektára a kárenyhítési hozzájárulási költség, tehát ennyi díjat kell fizetni, ültetvény esetén 3000 forint per hektár. A kárenyhítő juttatásoknál november 30-a az adott évnek a zárási határidő és a rákövetkező márciusi a kifizetési időpont. Nem szívesen fordul szerintem senki se ez a rendszerhez, de nehéz időkben mindenképpen segítséget jelent. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, még egy fontos dologról szeretnék tájékoztatást adni. Folyamatban van, megkezdődött az országos jégkár elhárítási, jégkár enyhítési rendszernek a kialakítása. Itt a megyében is kb. 10 kilométerenként helyezik el azokat a generátorokat, amelyek a jégkár elhárításban döntő szerepet töltenek be. 3 darab ilyen generátor fog a karcagi határban is megépülni. És hogyha már az agrártémákat érintettem, akkor az agrárszakképzésről is szeretnék szólni. Szent Anna és Ámmel agrárszakképzőiskola működik a városban. Itt az elmúlt 6-8 évben nagyon komoly fejlesztések zajlottak, több 100 millió forintos értékben. Elég arra gondolni, hogy egy teljesen új tanműhely, illetve feldolgozó oktató épület készült el pálinkafőzdével, olajpréssel, minimalommal, gyümölcsszárítóval és asszalóval. Megújultak az épületek, jelentős részben egy műfüves labdarúgópálya is elkészült. Ez is egy olyan fejlesztés, amely hozzájárul ahhoz, hogy a város elmondhatja, hogy 2010 óta mintegy 13 milliárd forint fejlesztés történt Karcagon. Ebből a kórház 3,5 milliárd forintos nagyságrendje különösen figyelemre méltó, mert komoly viták vannak az egészségügy körül. A nemzetügyek kormánya mindent megtett, és a jövőben is a választópolgárok bizalmából remélhetőleg mindent meg is fogunk tenni azért, hogy a vidéki kórházak, az egészségügyi ellátás szintje az megfelelő legyen, 21. századi legyen. Ma egy kórházi gyógyszertárat adtunk át. Annak ellenére működik a karcagi kórház, hogy Lukács László György, a Jobbik vezető, legalábbis saját elmondása szint vezető egészségpolitikusa, hosszú éveken keresztül húzott abból hasznot, hogy orvosokat exportált külföldre, orvosokat közvetített ki. Ez annak a tükrében is szembetűnő, hogy egyébként a Jobbik pedig a szakember ellátottságot hiányolja, az orvosokat hiányolja a kórházból. Úgy látszik, hogy a Jobbik az egyik pillanatban egyik szájából hideget foly, a másikkal pedig meleget, mert itt egy ellentmondás van, amit Lukács László György
ennek majd fel kell oldania, magyarázatot kell adni, hiszen az egész város, a városnak a vezetői, a megyei közgyűlés elnöke is azért dolgozik, hogy a kórház az fejlődjön, hogy el tudja látni azokat a funkciókat, amelyek a nagykunsági Közép-Tisza vidékemberek egészségének a megőrzésében, gyógyításában indokoltak. Én bízom benne, hogy a mai gazdafórumon, amely közeleti fórum lesz egyben, a legkülönbözőbb kérdésekre nyílik majd lehetőségem válaszolni, hogyha önöknek is van kérdése, szívesen válaszolom. Én is nagy szeretettel köszöntöm a média képviselőit. Házigazdaként nagyon boldog vagyok, hogy Karcag is otthont adhat egy gazdafórumnak. Ez aktuális is, hiszen dr. Farkas Sándor miniszter úr itt él közöttünk Karcagon, és tudjuk azt is nagyon jól, hogy ő maga is foglalkozik, a kicsiben is, de a mezőgazdasággal aktívan kertészkedik. Egyébként tudni kell, hogy Karcag egy mezőgazdasági jellegű település alapvetően, pontosan amiatt is, amit már miniszter úr mondott, hogy az egyik legnagyobb kiterjedésű határral rendelkező, tehát ez és a földrajzi adottságai meghatározzák azt, hogy itt a mezőgazdaság volt mindig a főszerep. Emberemlékezet óta ezzel foglalkoznak az itt élők, és én úgy gondolom, hogy ez így lesz a továbbiakban is. Egyébként Karcag egy nagyon szépen fejlődő város, köszönhetően miniszter úrnak és Kovács Sándor elnök úrnak, hiszen körülbelül egy olyan 13 milliárd forint érkezett a támogatások révén, különböző pályázatok útján a városunkba, amit a legkülönbözőbb dolgokra sikerült már eddig is felhasználni, és nagyon-nagyon sok pályázatunk folyamatban van. A teljesség igénye nélkül néhány dolgot. Természetesen a városnak, a infrastruktúrájának a fejlesztése van a szemünk előtt elsősorban, a turisztikai célú fejlesztések, az intézményeink, óvodáink, iskoláink és a legkülönbözőbb cégeinknek a fejlesztése, iparfejlesztés is van ebben, de megújult a vasútállomásunk, két új műfüves pályánk épült föl, felújításra került a sportcsarnokunk, és gyakorlatilag lehetne tovább sorolni, akár reggelig is. Még egyszer hálásan köszönjük ezt mind miniszter úrnak, mind pedig elnök úrnak. Én bízom abban, hogy a mai konferencián, fórumon nagyon-nagyon sok érdeklődővel fogunk találkozni, akik kérdéseikre választ kaphatnak, és egyáltalán egy olyan előadást hallhatnak miniszter úrtól, ami aktuális így a tavasz elején, tavasz kezdetén a mezőgazdasággal kapcsolatban. Köszönöm szépen! Nagy szeretettel üdvözlöm a sajtó képviselőit, és nem véletlen, hogy így ülünk az asztalnál, mint egy háromfős csapat, hiszen Karcag városának az elmúlt években, az elmúlt 8 évben, mint egy jó csapat működött együtt, amely az eredményekben meg is látszik, hiszen a csapat vezetése a kormánynál képviselő dr. Fazekas Sándor miniszter úr volt, én a megyénél képviseltem a város és a térség érdekeit, és polgármester úr, Dobos László polgármester úr pedig a városban, a fejlesztésekben, a város fejlesztésében működött közre ebbe a csapatnak a munkájában. És ahogy említette is, az elmúlt időszakban több mint 13 milliárd forintos fejlesztés érkezett a városba, és nagyon sok olyan fejlesztés van, amely folyamatban van, akár a fejlesztési összegek megérkeztek a városba, itt van a város számláján, és vannak olyanok, amelyek előkészítés alatt van, de jó eséllyel nyerhető. A megye a területi operatív programokon belül segítette a térséget, az egész megyét, így Karcag városát is. És elmondhatom azt, hogy az együttműködésnek és a jó előkészítésnek köszönhetően Karcag városának nem volt olyan pályázata, amelyik nem nyert volna. Hiszen úgy építettük fel ezt a rendszert, hogy a jó előkészítéssel olyan pályázatok kerüljenek beadásra, amelyek elő vannak készítve, át vannak gondolva, műszakilag jól kivitelezve, pénzügyileg pedig a kereteken belül tartják ezeket a beruházásokat, és természetesen indokoltak is a település életében. Karcag városából ilyen pályázatok érkeztek be, de el tudom mondani, hogy Jászlajkun-Szolnok megye legtöbb települése igyekezett ezeknek a kritériumoknak megfelelni, így gördülékenyen jól haladtak a munkák.
Nagyon sok fejlesztés volt, ahogy polgármester úr is mondta, a városban. Én amire a legbüszkébb vagyok, 3,5 milliárd forintos fejlesztésből fejlesztettük a Karcagi Kátai Gábor kórházat. Egy csodálatos, kívülről, belülről megújult kórházat láthatjuk, gépek felszerelésével, új műtőkkel, CT-vel, röggennel, és hát az elmúlt egy hónapban átadtuk az országban második anyaszállást, ahol a kisgyermekes szülők együtt lehetnek a gyermekekkel, és most a mai nap pedig egy közforgalmú gyógyszertárat adtunk át a kórházba. Tehát ez a kórház nem csak szerkezetileg, nem csak műszerekkel, gépészetileg újult meg, hanem figyel arra, hogy az itt gyógyuló betegek és ide látogatók is komfortosabban érezzék magukat. Aki itt jár Karcagon, látja, hogy körülbelül 80%-os készültségi állapotban van az új rendőrkapitányság épülete. Ez több mint 1 milliárd forintos beruházás, és elmondhatjuk azt, hogy Karcag városa volt az egyetlen olyan város, ahol a rendőrkapitányság nem a saját tulajdonú épületében volt, hanem a több mint 100 éves városháza épületében, ahol jó szomszédokként jól megfért az önkormányzat, a járási hivatal és a rendőrkapitányság, de új 21. századi rendőrkapitányságot kap a város. Iskolafejlesztések, az általános iskolák teljes mértékben megújultak és megújulnak, ezek a programokat végzi a KLIK, és hát amire szintén büszkék vagyunk, és ami elképzelhetetlen volt ennek az alföldi városnak, hogy át lett adva a Szolnok-Záhony közötti vasútvonal, fel lett újítva, és egy felüljáró és egy aluljáró épült, ami balesetmentessé, könnyebben közlekedhetővé teszi a 4-es főútra való közlekedést. Megújult természetesen a 100 éves vasútállomás épülete, amely ékszerdoboz ennek a városnak. Úgy újult meg, hogy nem csak a régi épület újult meg, hanem a peronokkal, mozgáskorlátozottaknak, lifttel működik. Én azt gondolom, hogy úgy egy tradicionális szép vasútállomás, hogy a 21. század feltételeinek megfelel. Útfelújítások is történtek ebbe a ciklusba. A Püspökladányi út, Kunmadarasi út. Itt most be tudom jelenteni, hogy jövő héten pedig a Kisújszállási út teljes felújítására sor fog kerülni, tehát Karcag városon belül jó állapotba fognak kerülni azok az utak is, amik most akár a tél tett tönkre, vagy az elmúlt évtizedekben kevés fejlesztési és felújítási pénz jutott. Megújult a buszpályaudvar, és hát az első lámpás kereszteződés, amire talán Fazekas Sándor miniszter úr, mint polgármester emlékszik, hogy régi vágya volt a karcagiaknak, talán egy 25 éves vágya, hogy a postánál lámpás kereszteződés legyen, hiszen sok baleset volt, ezt is ebbe a kormányzati ciklusba sikerült elérni. Én azt látom, hogy Karcag fejlődik, dinamikusan fejlődik, a nagykunság fővárosa, és ez nem csak egy cím, nem csak egy szó, hanem a térség vezető ereje is tud lenni, és azzá válhatott Karcag, mint gazdaságilag, kulturálisan, és a fejlődés is diktálja. Ennek köszönhető az, hogy Karcag régióközpont, járási központ, és én azt látom, hogy ez a fejlődés dinamikusan fog folytatódni. Erre garancia polgármester úr és Fazekas Sándor miniszter úr. Azt gondolom, hogy egy jó csapat, egy összehangolt csapatjátékban, ha képviseljük városunk és térségünk érdekét, akkor ebből mindenki sikeres lehet. Köszöntöm nézőnket, dr. Fazekas Sándor miniszter úrral beszélgetünk a Kátai Gábor kórházban, az előzőekben megnyílt a gyógyszertár. Azt gondolom, hogy nagyon sokan meglepődve jönnek be itt az ajtó mellett, hogy mostantól itt is van ilyen. Egy régen megfogalmazott igény a kórházban ápoltak részéről, az ide látogatók részéről, de a kórházi dolgozók részéről is, hogy legyen a házon belül egy olyan patika, amely rendelkezéssel egy olyan gyógyszertáról meg tudják vásárolni azokat a gyógyszereket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az egészségük helyreálljon. A mai nappal nyílt meg ez a gyógyszertár, amely egy 18 millió forintos fejlesztés eredményeként sikerült átadni. Ebből 13 millió forintot sikerült pályázati úton nyerni. Mindenképpen bővíti a kórházi szolgáltatásokat,
az anyaszállásnak az átadása a közelmúltban történt meg, és további fejlesztések is várhatóak. Ez beleilleszkedik abba a sorozatba, amely 2010 óta mintegy 3,5 milliárd forintos fejlesztést jelent. Megújult a főépület, a különböző kiegészítő épületek és az orvosdiagnosztika, műtő, a háttér szolgáltatások, így a labor például, és ezt szeretnénk folytatni, ezt a munkát a jövőben is, hiszen a cél az, hogy a nagykunsági, középtiszavidéki, északbékési emberek 21. századi színvonalú orvosi ellátásba részesüljenek. Itt Karcagon, a Kátai Gábor Kórházban. Köszönjük szépen! Köszönöm! Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnökével beszélgetünk. Ön volt az első vásárló a gyógyszertárban. Mit vásárol? Hát orvosi titok, de gyomorsav lekötőt vásároltam. És hát nagyon örülök neki, mert belegondolva, annyiszor voltunk így, amikor járóbeteg rendelésre jöttünk, és az orvos felírt valamit, és akkor el kellett menni, meg kellett nézni, hogy melyik gyógyszertár van akár nyitva, el kellett menni máshova, és ez egy nagyon jó dolog, és egy nagyon komfortos szolgáltatás itt a kórház részéről, hogy itt a földszinten itt van egy kicsi gyógyszertár, ami teljes ellátással van, és én azt gondolom, hogy ez pontosan illik azokban a fejlesztésekben, ami az elmúlt években itt a Kátai Gábor Kórházban megjelentek, hiszen az osztályok megújultak, az ápolási osztály, a röggen, a műtők, CT került ide. Egy hónappal ezelőtt az anyaszállást adtuk át, ami a kisgyerekes szülőknek nagyon jó. És ez a gyógyszertár is pontosan illik abba, hogy az egyik legjobb kórház, nem csak a környéken, de gondolom Magyarországon is, hiszen nagyon jó az ellátás, nagyon jó a felszereltség, megújult ez a kórház, és figyel azokra a dolgokra is, amik kicsit apróságnak tűnnek, de a beteg gyógyulása szempontjából, a komfort szempontjából nagyon fontos. Én büszke vagyok arra, hogy a térség és a régió vezető kórház a Kátai Gábor Kórház, és mindig találnak ki olyan dolgot, amivel fejleszthetik ezt az intézményt, ezt a kórházat. Elhangzott, hogy ez is támogatásból és adományokból valósult meg, tehát azt gondolom, hogy a Kátai Alapítvány azért több millió forintot ebben az évben is áldoz a kórháznak a komfortosítására. Így van, hiszen az állam adott rá 15 millió forintot, és még egy 5 millió forint adományokból került ide, ami azt mutatja, hogy itt a kórházban és a kórháznak, hogyha szüksége van, számíthat az itt élők támogatására. Ha jó a cél, ha fontos a cél, akkor megmozdulnak az emberek, adakoznak és fejlesztik ezt az intézményt, mert mindenki magáénak érzi. Nem csak a dolgozók, nem csak az itt gyógyulók, hanem azok is, akiknek régebben gyógyultak itt rokonai, hozzátartozói, vagy később kerülhet ide. Én azt gondolom, hogy ez a kórház a miénk, magunkénak érezzük, és örülünk annak, hogyha fejlődik, hogyha fejlesztés van. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Kovács Szilvia, a polgármester asszonnyal beszélgettünk. Gondolom, hogy sokszor kell önnek is a kaparatorka, gyorsan jó lenne egy gyógyszer vagy egy cukorka, amit bekap itt a kórházban, már most erre is lesz lehetőség, hiszen megnyílt a gyógyszertár. Igen, ennek nagyon örülhetünk, hiszen ez egy nagyon nagy eredmény a kórháznak. Régóta tervezte már a város, és régóta is igény mindenki számára az, hogyha itt fölírnak egy gyógyszert, akkor azt rögtön ki is tudja váltani, és ne kell ehhez külön patikába mennie. Én úgy gondolom, hogy egy kórház gyógyszertár nélkül nem lehet. És most már a karcagi kórház sincs gyógyszertár nélkül. Nagyon nagy öröm ez a város lakói számára, a betegek, a gyógyulni vágyók számára, hiszen egyúttal kevesebb, ahogy a karcagi ember fogalmaz, és bizony-bizony a sorban állást is talán-talán egy kicsit enyhíti majd a város többi patikáját tekintve, hiszen vagyok be őszintén betegen, az orvostól távozva, inkább mindenki haza szeret menni minél gyorsabban, és nem pedig a kórház, vagy a gyógyszertárban, hosszú sortban, állásban megvásárolni a felírt gyógyszereket. Én úgy gondolom, hogy ebben nagyban fog segíteni a gyógyszertári patika, és én bízom abban, hogy mindenki elégedéssel és örömmel fogja ezt használni. Örömmel azért, mert hogy meggyógyul, és gyorsabban jut hozzá a gyógyszeréhez. Reméljük, hogy így lesz, és hát azért sok példa volt már a kórházon arra, hogy összefogással valósult meg valami, ez is azzal történt.
Így van, ez egyébként a KUN emberekre jellemző, sok-sok negatív tulajdonság mellett, hogy összefogott emberek, és tényleg az ilyen kezdeményezésben élen tudunk járni, hiszen sokszor meghazudtolva az anyagi nehézségeket, bizony összehozzuk azt, amit szeretnénk. Így épült fel a Dérini Művöldési Házunk is. És még hosszasan lehetne sorolni, hogy a Karcegénben mi mindent valósított meg, és erre nagyon jó példa az, hogy a kórház ezt a pályázati lehetőséget nem hagyta ki, hanem az utolsó pillanatban, december 20-án aláírták a szerződést, és ilyen hamar elkészült ez a gyógyszertár. Én úgy gondolom, hogy ez egy igazi sikertörténet. Szerintünk is köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen, és gratulálok mindenkinek, akinek ebben része volt és munkája volt. És a gyógyszertári dolgozóknak pedig jó munkát kívánok. Nagy László Erzsébet főigazgató asszonnyal beszélgettünk. Az intézmény szempontjából mit jelent a gyógyszertár átadás? Az intézmény szempontjából a dolgozóknak is egy segítség, mert azért, ahol 12 órában műszakolnak, és ilyen az összes fertőzetek osztályunk, ott ha esetleg saját maguknak vagy családtagjaiknak van szüksége egy gyógyszerre, akkor ugye nappali műszakban nem tud kimenni, éjszakai műszakban, vagy, tehát ha éjszaka szabad, akkor meg már ez egyrészt fáradt is, másrészt a városban sem lehet csak készenlétes gyógyszertárat megkeresni. Én úgy gondolom, hogy ez itt helyben van, azonnal fel tudják íratni a felírt gyógyszerek a járószakrendelőből, azonnal kiválthatók a gyógyszertárban, tehát a dolgozók számára ez mindenképpen könnyebbség. Az itt bent fekvő betegek számára is, illetve a járóbeteg szakrendelőbe bejövő betegek számára is könnyebbség, hiszen ha csak azt mondom, hogy mondjuk az ápolási osztályra akar behozni egy-két saját gyógyszert, a hozzátartozó, de lehet ez krónikus belgyógyászati osztály is, ahol huzamosabb időtartamot tartózkodnak a benfekvők, ott ez nagyon nagy segítség, hogy ki tudja váltani a gyógyszert és tudja szedni. Ugyanakkor nem csak gyógyszer, hanem gyógyszerkészítmények is találhatók a gyógyszertárban, úgy, ahogy ezt az engedélyezési eljárásban engedélyezte is a tiszti főgyógyszerészasszony. Tehát úgy gondolom, hogy ez is nagy segítség. Hát aztán közgazdászként pedig elmondhatom, hogy nyilván a saját bevétel növelését is szolgálja, és a NEAK bevételt is, hiszen a gyógyszer ártámogatási szerződést is sikerült megkötnünk határidőre. Akkor én azt kívánom, hogy több hasonló összefogás legyen még, hiszen ez is összefogással valósulhatott meg, és sok sikeres pályázatot az intézménynek. Nagyon szépen köszönöm, és mindig azt szoktam mondani, hogy egy pályázatot nem elég jól megírni, nyilván attól lesz jól megírva, nem a gyöngybetűktől, mert azt a számítógép elvégzi helyettünk, hanem a szakmai tartalmától, a szükségességétől a pályázatnak, és hát úgy gondolom, hogy itt is az elbírálók e szerint döntöttek, hogy igen, ez szükséges egy közforgalmú gyógyszertár minden egyes fekvőbeteg ellátó intézményben, és ahol ezt megvalósíthatónak látják, és az intézmény vezetése pályázatot ad, ott, mint ahogy látjuk, támogatást is kapott hozzá. Köszönjük szépen! Én köszönöm szépen! Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket, írjanak nekünk, vagy hívjanak bennünket bátran, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk, jövő heti viszontlátásra mindenkinek.